A Kunhegyesi Zsigmond Ferenc Városi Könyvtárban december 6-án mutatták be Berce Miklós Tűzről álmodom című legújabb könyvét. A baráti beszélgetéssel, gitármuzsikával és versekkel fűszerezett könyvbemutatón részt vett Berce Miklós költő barátja Bátai Tibor is, illetve többen azok közül, akik segítették a kötet megjelenését. December 6. alkalmából tiszteletét tette a Mikulás is, aki szaloncukorral ajándékozta meg a könyvbemutató vendégeit. A rendezvény vendégeit szeretettel fogadta és köszöntötte a könyvtár vezetője, Kisné Veres Edit. Az est főszereplőiről, Berce Miklósról elmondta, hogy ezer szállal kötődik Kunhegyeshez. Bemutatták azokat is, akik segítették, vagy valamilyen formában közreműködtek a könyv megjelenésében. Mielőtt a könyvbemutató megkezdődött volna, megérkezett a Mikulás is, akinek igen sok dolga volt ezen a napon. Néhány virgácsot és szaloncukrot is hozott magával, és nem felejtette el névnapja alkalmából köszönteni Berce Miklóst. A vendégekkel szemben végül hárman foglaltak helyet. A szerző Berce Miklós, költőbarátja Bátai Tibor és Újvári László, az Új Néplap újságírója, aki, ha szükség volt rá, tovább lendítette a beszélgetés megakadt kerekét. A hangulat kedvéért egy szép verssel köszöntötték a megjelenteket. Berce Miklós Kántáló című versét Fehér Attila, a református iskola tanulója mondta el. Berce Miklós Kántáló. Békés, nyugodt szemben. Dalod áldott múlta. Angyalai szívkórusával fújunk írásulta. Légy ágva lelket mecénása, három királyok útítása a lángos csillag útján. Isten csendjék az akkor, a szeretet útján. Vigyél a hideg jászlapba meleget, ropogós cipót, kenyeret eleget. Az angyalok hajából vált kincset, mely valósá tehet minden dalmi kincset. Múltnak, jelennek, te légy kortársa, az igaz szót szomjazók legtisztább forrása. Parancsa soha ne öleljen. Ha másokon segít, legyen örök a te akaratod. Meglátod, szép lesz a karácsony, ami ugyanaz a megváltó születése óta. Herceg, szent karácsony ünnepén légy a Krisztus tenyerén érző kicsi lány. Ha megszületett, nem maradt. Berce Miklós először azoknak mondott köszönetet, akik segítették a könyv megszületését, majd gitármuzsikával folytatódott a rendezvény. De sok úton indultál, vissza sosem fordultál. Volt, hogy út vitt jó felé, volt, hogy baj vitt rossz felé. Volt, hogy szakadék széle vár, kevés volt ki vére áll. Akkor gondolt a vészharom, kicsi Magyarország. Mondd nékem, hogy visszatok, mondd, hogy nem magam vagyok. Mondd, hogy más is megszólít, más is közös út szorít. Nem vagyok tán egyedül, a sötét ég is felmerül. Irám süssön újra a nap, kicsi Magyarország. Most jönnek majd a veszélyes sorok. Itt sokan szólnak magyar szó, sokan kívánnak minden jó. Itt te határban születtél, majd megkérdik, hogy mit tettél. Mert több ki magyar szót felel, mint akit e határ ölel. Kívánjunk neki minden jót, kicsi Magyarország még veszélyesebb lesz. Itt de sokszor volt sötétség, sokszor mondták nem elég. Sokszor árva volt piac, és kiadták az utadat. De sok fele szólt a szél, de sokszor elvévet fél, de itten mindig van egy út, kicsi
Magyarország. Hát erre az én hallgatásomra vonatkozott. Az est folyamán Berce Miklós alkotásait, verseket és egy novellát Török Tünde mutatta be, aki a YouTube-on hangos versek formájában teszi közzé Miklós költeményeit. Figyel rám, varázslat írisze kápráztat, kérdezd, mert láttam, vallat és vizsgálszat. Tekintete, mi lassan őrére vetkőzte, vagy ha rájövök másik, nem győzhet. Hart mosoly üzeni, ha ezt úgy akarod, szavaim segítik majd oldani zavarod. Válaszom hal, s csengének értenek. Nem kell szó. Ez mesél a kényszer. Mátai Tibor a barátságok történetéről, a költészet értelméről, a versek nyomtatott és internetes megjelenéséről beszélt, majd egy rövid életrajz és versek segítségével bemutatkozott a jelenlévőknek. Az est valójában a két költő baráti beszélgetése volt. Egymásnak adták a témákat és a szót, az életről, a versekről, az értékekről, a versek címadásáról, közben saját költeményeiket mutatták be, illetve Berce Miklós gitárral kísérve énekelte el azokat a dalokat, amelyek szívéhez közel állnak. Jártam van kertemben, én megismertelek, és közben megtudtam, olyan szeresselek, mint aki megtudta, hogy minden az övé, mint aki megtudta, hogy nem állhat önné. Hazára találtam, tudom milyen a föl, tudom hová visz az útja a két folyó között. Érzem már, hogy nem van benne élő szív, tudom már, miért keres engem, hogy hív. Csak engem szólíthat, ha nehéz a sorsa, csak velem kocinthat, ha jól terem vona. Látom már arcodat, hogyan nézel rá, és hogy ha kérdezel, csak magyar szót szólszám. Bölcsőd és szenvedő, súgja neked a vers. Itt élned, halnod kell, engem csak úgy szeres. Hazára találtam, tudom, milyen a föld, tudom, hová visz az útja a két folyó között. Berce Miklós vállalkozott arra is, hogy az egyik vendég Nagy András által felsorolt négy szó felhasználásával egy verset rögtönözzön. A kétórás könyvbemutatót könyvtár vezetője Kisnéveresedit zárta be, megköszönte mindenkinek, hogy eljöttek és áldott békés ünnepeket kívánt a rendezvény vendégeinek.